Hello mindenki, Miklós vagyok, és egy újabb oldalt szeretnénk bemutatni, amit legjobban az agrorandom.com-hoz tudnék hasonlítani. Ugye előző videóban mutattam, hogy az agrorandom úgy működött, hogy G2-en vettünk egy kódot, az agrorandom.com-on beváltottuk, és kaptunk egy random fegyvert. Na, a Chego Points ennél sokkal fejlettebb, ez körülbelül annyiból áll, hogy pontokat kell szerezni, a pontokból meg fegyvereket venni. Hogy is működik ez az egész, van-e benne igazság, vagy csak átverés az egész? Mindjárt meg is mutatom nektek. Kezdjük a legfontosabb menüpontnál, még hozzá az Earn Points menüpontnál, vagyis szerezzünk pontokat. Hogyan tudunk pontokat szerezni? Ugye láthattok itt négyféle szolgáltatót, amelyikre akartok rákattintva, például a Trial Pay, de ennek van a legtöbb, vagy Trial Pay, ahogy akarjátok, úgy mondjátok, ezen van a legtöbb offer. Láthattok különböző hirdetéseket, például töltsd le a telefonodra az AliExpress-t, kapsz 5 pontot, regisztrálj a VideoStripe-re egy ingyenes trial verzióra, és 405 pontot kaptok. Itt mindegyik helyre le van ide írva angolul, vagy akár magyarul, hogy mit kell tennetek hozzá. Akinek nagyon sok pénze van, vagy akar ebbe azért akar beletenni pénzt, annak ajánlom a William Hill Casinót. Mégpedig azért, mert 2500 pontot kaphattok, és ez a legeslegjobb offer, amit van az oldalom. Ugye arról szól, hogy létre kell hozni a williamhill.com-on egy felhasználót, és be kell tenni 10 eurót vagy többet. Játszani kell egy játékot, úgyhogy föltesztek belőle mondjuk 5-öt vagy 6 eurót. És ezt megcsináltatok, az oldal szerzék, és megkapjátok a pontokat. Ugye kérdeztetek, hogy jó az átverés, meg hogy érzékeli a rendszer. Ha nem akartok pénzt költeni, akkor viszont jöhetnek az ingyenes részei ennek, mert nem csak fizetős van, hanem ingyenes is. Például játszatok bizonyos játékot, például a War of Empires-zel, a Soldier CNC-vel, ezekkel játszatok, hadcsatát megnyertek, ugye új felhasználóval kell regisztrálni, szóval regisztráltok az oldal egy új felhasználóval, akkor ebből csak ezt az egyet tudjátok megcsinálni, mivel ez ugyanazon az oldalon van, de akkor nem számít új felhasználónak. És itt is írja be, hogy egy új felhasználót kell regisztrálni, játszatok minimum 6 csatát, és megkapjátok a pontokat. Érvényes felhasználói információk kellenek, ez tartalmazza a feliratkozási szervízt, úgymond ez azt jelenti, hogy hírvel kaptok automatikusan, meg ugye a többi. És amint ilyeneket teljesítek, kaptok pontot. Mire költöttetek a pontokat? Természetesen Chego skinekre. Láthatjátok, nekem van 707 pontom, és van az Instant Skins menüpont itt a Chego skineknél. Itt azt írja, hogy azért jók az Instant skinek, mivel erre nem vonatkozik a 7 napos trade ban itt a Steamen belül. És itt írják azt, hogy az összes skin elfogyott, általában délelőtt 10 és délután 2 között szokták újra tölteni. Na de semmi ok a pánikra, itt vannak a normál skinek, ugye ezeket tudjátok megrendelni. Az instant skinnél van olyan, hogy nem kell várni 7 napot, mert ugye van egy ilyen korlátos, mindjárt meg is mutatom itt. Különböző jelmagyarázatok, ha a processinget ír, az azt jelenti, hogy megrendeltétek a fegyvert, általában 24 óra múlva válaszolnak e-mailbe, vagy jóvá hagyják a vásárlást. A boat az azt jelenti, hogy megvették a skineket, és vagyis megvették igen a skineket, de várnatok kell 7 napot. Ugye itt írja lent, nem lesz trédelhető egy hét ugye a Steam Trade-ban miatt. Miután azt írja, hogy send, az azt jelenti, hogy megkapta a skineket. Nekem itt van a bout és a tradable, vagyis már trédelhető a fegyver, ezt be is fogom nektek mindjárt mutatni. Itt is írja, vedd fel a botot barátnak, és hívd meg őt egy trade-re, egy ilyen élő trade-re, tudjátok, majd mindjárt megmutatom. A különböző trade-offerek, mint tudjátok, mindjárt megmutatom, mire gondolok. Mármint, hogy ilyen cserájátot küldjenek neki, azt nem fogja a bot érzékelni, van és próbálkozzunk, és le van írva, hogy hogy tudjuk megcsinálni. Ki is veszem mondjuk ezt. Igen, itt írja, hogy fel kell venni a botot, behozza a botot, felvétel barátként,
barátnak jó el is küldve. És már küldött is nekem egy üzenetet, hogy én a Cségó.szal vagyok egy bot, hívjál meg egy élő trade-re, és a trade offereket nem lehet. Itt van egy jó kis leírás, hogy hogy kell ezt megcsinálni, valaki nem tudná. My account, bot market, add to friend, lenyitjuk, meghívjuk, és általában megkapjuk a skint. Nézzük ebben mennyi valóság alap van, meghívás tárcserére. Elfogadja, igen. És várunk, és valami, kettő skin benne is van. Mindjárt betölt, csak most picit szarakodik. Hopsz! Egy CZ75 autó Fuchsia is now, illetve egy AK-47 kartel. Elfogadjuk. A bot is elfogadja. Mehet. Cserélünk. És két új téren van a raktáramba. Please write plus rap in our stream group. Ja igen, is lehet plus rappeket írni. Itt a Steamen belül. Ez, ide ez általában meg is éri, mivel ezzel tudjátok hirdetni az oldalt, és ezt azért nagyon jó szemmel veszik. Plus rap, ezek, ezt soha ne felejtsétek el. Ez az egy elég fontos rész. És miután meg is kaptuk a skineket, látjuk, hogy nem átverés. Send, itt van, el, megkaptam a skint. Meg is nézhetjük két új tétel a raktáradban. Igen, van egy kartellem, mindjárt ráfrissítek egyet. De... van a kartell. Na, bátor gyerekek, most szarakodik egy picit az oldal. Na itt is vannak, végre! Ez a fegyver itt 1,74€-et ér, ez pedig 2,72€-t, ezt mind ingyen szereztem, csak hogy elmondjam. És meg is mutattam a második részt az oldalnak. Méghozzá olyan pontszerzési lehetőséget, amik megérik nektek. A videó stripe-ot próbáljátok 405 pontért, sajnos, hogy láthatjátok, vagy mindjárt látni fogjátok. Én már ezt a offert megcsináltam, mert már többször nem csinálhatom meg. Az a lényeg, hogy fel kell iratkozni egy bizonyos elnézést hívta a telefonon, szóval egy bizonyos szolgáltatásra fel kell itt iratkozni, megadni egy bankkártyaszámot. Mondtok ez, hogy 7 napos triálban ti részt vesztek. Gyorsan le kell iratkozni erről a triálról, nehogy prémium felhasználóra leváltson a felhasználótok és fizethetitek a sok pénzt. Illetve a Your Service tudom még ajánlani, amit én még nem csináltam meg, de igazából mindjárt betölt. Én az egész meg kell adni kérdésekre válasz, continue, és innentől kezdve kettő ilyet megcsináltok, van 36 pontotok. Amit még ajánlok, még az offertoró, ahol például szoktak videók is lenni, most éppen nincsen, de videókért fél pontokat kaphattok, két videót megnéztek, már van is egy pontotok, ami igazából nem sok, de minél többet gyűjtetek, annál jobb. A personali a másik, amiben most én mind a kettőjét letöltöttem, és kaptam érte 21 pontot összességében, de ezeket után le lehet törölni, a pontok megmaradnak nektek. És igazából csak ezt akartam megmutatni nektek, hogy ez egy, nem egy ilyen scam oldal, hanem itt igazából lehet pontokat itt szerezni. És még igazából gondolkodok rajta, hogy milyen fegyvert vegyek magamnak, mert még ugye láthatjátok, megvan a kartálnak a CZ, most akkor innentől kezdve jöhet a FAMAS, a P250, meg a többi fegyver. És ilyen egyszerűen nem pontokat szerezni, szóval nem scam oldal, és van a reflinkes rész, a természetesen nem úgy működik, mint a többi reflinkes, hogy rákattint egy felhasználó, és van, meg, vagy hogyha beregisztrál Steam-mel ide erre az oldalra, nem akkor kapjátok meg a 10 pontot, hanem akkor, hogyha az adott felhasználó nyer 10 darab pontot az ilyen ingyenes offereknek köszönhetően. És igazából ez benne a csavar ebbe az oldalba, hogy nem lehet olyan könnyen pontokat szerezni, mint gondolnátok. Hanem ugye még a barátodatnak is meg kell szerezni egy bizonyos pontszámot. Ahogy itt láthatjátok, aki tud angolozni, már is olvashatta itt.
Szóval köszönöm szépen a figyelmet, én Miklós voltam, remélem tudtam nektek segíteni ilyen ingyen csígószkinekkel. Ha kérdéstek van ezzel a kapcsolatban, írjatok videó alá kommentet, ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, és ha még több ilyen videót akartok látni, vagy kedvet kaptatok ezen a videó után, hogy többért tegyek ki, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!